Sziasztok! Újabb csodás napot kívánok, és már a 33. feladatnál járunk, aminek az a címe, hogy Üzenet a kedvesnek. Ez Szerintem ez nagyon izgalmasan hangzik, és lehet, hogy téged is felcsigázott. Hát biztosan hallottál már arról, hogy a lélektársak egy láthatatlan energiaszálon keresztül folyamatosan összeköttetésben vagy adásvételben vannak. Azokkal az emberekkel is össze vagy kötve, akiket nem tudsz elengedni. Mert hozzájuk is erős érzelmek, ö, szálak fűznek, erős érzelmek fűznek. Azokkal is össze vagy kötve, akikre évek óta haragszol, és ez az érzés nem csillapodik benned. A haraggal, a düvel magadhoz láncoltad őket. Hogyha van olyan ember az életedben, akivel oly szívesen beszélgetnél, de a fizikai lét nem teszi lehetővé. Mert mondjuk távol van, esetleg ő egyáltalán nem szeretne kommunikálni veled, vagy menekül a tőled kapott érzések elől, akkor most eljuttathatod hozzá az üzenetedet. Arra kérlek, hogy a gyakorlatot akkor végezd, amikor egyedül vagy, és tényleg van lehetőséged kikapcsolni, és megfelelően ellazulni. Ha lehet, akkor kapcsold ki a telefonodat, a tévét, minden zavaró körülményt. Gyújts akár egy fehér mécsest, hunyd a szemed, és arra kérlek, hogy idézd fel magadban azt az embert, akinek üzenni szeretnél. Nézz a szemébe, és mond neki, kérlek, hogy kedves, tehát szólítsd meg, hogy kedves, és mondd ki a nevét. Mondd el, hogy azért szólok most hozzád, mert szeretném, ha tudnád, és mondj el mindent, amit szeretnél átadni neki. Nyugodtan előszedheted a sérelmeidet, a fájdalmaidat, de nagyon fontos, ahogy az előző feladatoknál is, hogy a végén pozitív gondolatokkal, pozitív érzésekkel fejezd be a kommunikációt. Ha fel tudod őt idézni, akkor figyeld, hogy hogyan reagál a szavaidra. Minél jobban el tudsz lazulni, minél jobban át tudod adni magad a folyamatnak, Annál, valószínű, annál valószínűbb, hogy érkezik rá reakció. Hogyha elmondtad, amit szeretnél, akkor kérheted tőle, hogy ő is üzenjen neked. Elmondhatod, hogy mire szeretnél választ kapni. Akár álmodban, akár a fizikai létben. Kérhetsz tőle egy jelet, egy üzenetet, az érzéseid meg fogják mondani, hogy mi az, ami tőle érkezett. Nagyon fontos elmondani, hogy ne legyenek elvárásaid, mert itt a lelkek dolgoznak. Sokszor az ego az, ami megakadályozza az eredményt. De bízz abban, hogy átmegy az üzeneted, és a megfelelő pillanatban megérkezik rá a válasz. Sok sikert kívánok hozzá!